Két-három fős brigád építi az ügyeleti központot Szekszárdon. A kivitelező cégvezetője azt mondja, a koronavírus járvány miatt kénytelenek így dolgozni, de egyelőre van munkájuk. Nehézkes a dolog, de teljes munkaidőbe tudjuk foglalkoztatni, nem akarjuk 4 órába foglalkoztatni, meg szeretnénk tartani az összes kollégánkat, és hogyha lehetőségünk van, még bővíteni is szeretnénk. Kocsmán István az ipari épületeket és mélyépítést végző, 100 főt foglalkoztató Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója azt mondja, munkájuk egyelőre van, de azt ők is érzik, hogy lelassultak az előkészítés alatt álló projektek, de ezt természetesnek tartja, mert a fizikai dolgozókon túl mindenki otthonról dolgozik. A járvány miatt azonban nehézkes a hatóságoktól beszerezni a szükséges engedélyeket, és az is problémát okoz számukra, hogy az anyagbeszerzés lelassult és drágult. Ráadásul mindenhol előre kell fizetniük a gyártóknak, szolgáltatóknak. Kocsmár István úgy véli, ha ez a válsághelyzet sokáig kitart, az keményen visszaüt a gazdasági helyzetükre. Egyelőre azonban senkit sem kellett elbocsátaniuk. Mi is jövő héten hétfőn leülünk és megpróbáljuk végigbeszélni, hogy most ennek az lesz a végeredménye, hogy akkor azt mondjuk, hogy kedves kolléginák, kollégák, szabit veszünk ki, vagy szabit vesztek ki, vagy pedig az, hogy csökkentjük a munkaidőt, ezt én most nem tudom megmondani, de biztos, hogy ezt hónapokig nem bírjuk. Tehát úgy nem tudunk fizetést adni, hogy nincs mögötte munka. Országos szinten egyre több projekt áll meg, akadoznak a megrendelések is. Ezt mondta televíziónak Kolyi László, az Évosz elnöke. Márciusi hónapban körülbelül csak 65%-os nagyságrendű volt a havi új megrendelés, mint amire számítottunk. Ebből is adódik az építőiparnak egy nagy problémája, hogy el kell kerülnünk, hogy zuhanásszerűen csökkenjen az építőipar rendelés állománya, mert akkor kerül olyan nehéz helyzetbe, hogy nem tudja a létszámot és a munkahelyeket tartani. Az Évosz becslései szerint a már eddig idénre kötött megállapodásokon felül körülbelül 500 milliárd forintos kormányzati és önkormányzati beruházási csomagra lenne szükség ahhoz, hogy ne induljanak meg a tömeges elbocsátások.